Elkészült a blundertésztánk, készítsünk belőle kakaós csigát. Lepihent a blundertésztánk, szépen kinyújtjuk és készítjük a kakaós csigát, újos tesket. Most már csak nyújtanunk kell. Tésztát kinyújtottam nagyjából 1 cm vastagságra. Én most elfelezem, most a feléből készítek túlos tesket, a másik feléből kakaós csigát. Sanyi most kap infarktust, hogy a késével mit csinálok. Kakaós csigához már összekevertem 100 g kakaópor és 300 g kis tejcukor. Valamint szükségem van olvasztott vajra, olyan esetben olvasztott kakaóvajat fogok használni. A kinyújtott tésztát ezzel fogom megkenni, szételítem rajta a kakaóport, és aztán feltekerem. Nálad a kakaóvajamat? Hát azért hoztam. Lekenjük vele a kakaós csigának félretett kis tésztát. Ezt ugye pékek általában a olcsóság kedvéért vízzel szokták. Jobb esetben margarinnal, olajjal vagy vajjal. Beleborítunk egy kis cukros kakaóport, és szépen elterítem benne. Nem találtam. Nem találtam kakaóport, csak kiszaladtam. Én néztem, mert minden van, mondom, ez gyorsabb lesz, ha veszek 2 zacsival. A tetejét ilyenkor még érdemes megspiccálni. Eltekerjük nem túl szorosan. Először behajtjuk az első részt, húzom, tekerem. Ha túl szorosan tekerem, akkor fel fog jönni a sütőlemeze, mint a bugott csiga. Ha nagyon lazán tekerem, akkor kiesik a közepe a kakaós csigának. És ezt ki kell tapasztalni. És hogy felvágás közben ne ragadjon bele a késünk, egy picit a tetejét meglisztezzük. Kb. 1 centis vastagságú kis csigákat vagdosok belőle. Jó, körülbelül fél órán keresztül fogjuk keleszteni, utána pedig egy gőzös sütőben megsütjük. Betesszük a kakaós csigát 210 fokra és olyan 8-10 percre.